Egyértelműen ki kell mondani, hogy valóban ezek a 2023-ig tartó beruházási keretben ez a déli helyszín nem fér bele. A város hosszú távú érdekeit viszont, ha mellé tesszük, akkor sokkal jobb, hogyha ezt a meglévő hídra elkülönített 2,1 milliárd forintot felhasználják most Magyarországon, máshol építenek ebből kerékpárosokat, és mi meg tudjuk közösen határozni mind a Dunakorzó, mind a híd helyszínét, ami jó a szigetmonostoriaknak is, és jó a szentendreieknek is.